Kéri Péter Reng a Föld Marajlik című filmjét még az 1956-os forradalom 50. évfordulójára készítették el, ezzel pedig a rendező egyik nagy terve valósult meg. A rendszerváltás után hozzáférhettek az alapul szolgáló dokumentumokhoz, és elkezdtek dolgozni a filmen. Ebben feldolgozzák az 56-os események nyíregyházi történéseit, így elsősorban az itt élőknek szól. Több mint 3 éves felkészítő munka volt. Itt nyilván nem csak a jegyzőkönyveknek és a különböző adatoknak a feldolgozása folyt folyamatosan, hanem szerencsére még vannak, és voltak, és megvannak élő tanúk, akik átélték ezt az eseményt itt Nyíregyházán. Velük is készült nagyon sok beszélgetés, bár hozzá kell tennem, hogy ezeknek a visszaemlékezéseknek jó részét nem tudtuk rögzíteni, mert nem járultak hozzá, féltek valami miatt az emberek. De hát a filmben elég sokan megszólalnak, akik átélték ezt a 56-os eseményt itt Nyíregyházán, és hát azt hiszem, hogy színesebbé tudtuk tenni ugye, az egész anyagot. A sok interjú, film, fotó, kézirat, okirat és jegyzőkönyv, amilyen nagy segítség volt a rendezőnek a film megalkotásához, akkora nehezítést is jelentett. Sok esetben ugyanis ezek hiányos vagy ellentmondásos információkat tartalmaztak. A legnehezebb része talán az volt, hogy egy bizonyos szintig nyomozó munkát is kellett folytatni, hisz nagyon sok olyan korabeli dokumentum jegyzőkönyv ugyanarról az eseményről ellentmondásos volt, vagy legalábbis nem egészen úgy tálalta a történeteket, ahogy az szerintünk valójában történhetett. Úgyhogy egy kis nyomozó munkát is latba kellett vetni, ahhoz, hogy megpróbáljuk a valóságos eseményeket valamilyen szinten bemutatni. Jó lehet, hogy elképzelhető, hogy mi is tévedhetünk, vagy vannak benne tévedések, de azt hiszem, hogy közel járunk a valósághoz a film kapcsán. A film úgy készült, hogy tudományos ismeretterjesztő kategóriába is besorolható legyen. Nem csak a nyíregyházi eseményeket foglalja össze, hanem az egész kor történéseit, és megpróbál választ adni arra is, hogy mi volt az a gyújtópont, ami kirobbantotta az országos eseményeket.